Ez a tábla olvasható győr egyik legnagyobb játéktermének bejáratánál, amely a szerencsejáték törvény módosítását ismerteti. Ennek megszavazása után már nem nyitott ki a szórakozó hely. Szólt a tulajdonos, hogy tehát mivel nincs esély újra nyitni a játéktermeket, felszámolja a cégeit. A kaszinóban a gépeket lekapcsolták, és a pénznyerők egy részét már elszállították. Az étterem is üresen áll, mivel a tulajdonos úgy döntött, visszaadja a belvárosi sétáló utcában található kétszintes épület bérleti jogát. Júliusban bezárt ideiglenesen a kaszinó, tehát a teljesíthetetlen 500 ezer font gépadó véget, és az étterem természetesen üzemelt, mivel elég jól menő étterem vagyunk ez jelzi azt is, hogy egész év végéig tele vagyunk rendezvénye foglalásokkal, amit sajnos le kell mondanom. És ezáltal a tulajdonos készült az újranyításra, több milliót beleült az új szerverlapú gépekbe, annak reményében, hogy marad az, az eredeti törvénykezés, hogy szervelapú gépen mehet minden tovább. És ez most az új rendelkezés tönkre vágott minden. A parlament tavaly a játékadó megemelésével szorította vissza a szerencsejátékokat. A pénznyerő automaták tételes adója havi 100 ezerről 500 ezerre nőtt. A magasabb játékadó megtizedelte a félkarú rablókat, számuk 22 ezerről 2000-re csökkent. A kedden bevezetett szigorúbb jogszabályok miatt a pénznyerő automaták szinte teljesen eltűnnek, ezeket már csak koncesziós kaszinokban lehet üzemeltetni, amelyből összesen három van az országban.